Házi gyermekorvosok Egyesületének elnöke Póta György a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt, reggelt kívánok! Elfogadta a meghívásunkat. Két dolog miatt szoktuk ugye általában önt beízni ide a stúdióba, no, vagy akkor, amikor. Is. Hát jó, de ugye kettő nagyon fontos ügy, amikor az oltásoknak a jelentőségéről szoktunk beszélgetni, illetve akkor, amikor tényleg, hát valaminek most hülyén hangzik némileg, hogy szezonja van, de most tényleg influenza szezon van. Így van. Maga az influenza ugye az egy szezonális betegség, és általában az ilyen január és március közötti időszakban vannak a járványok, legalábbis a földnek ezen a részén, mert egyébként az egész évben van járvány, csak körbe megy a világban. Tehát, igen. Te, tehát a, úgy mondom inkább, hogy ilyenkor ér ide a járvány, ez talán a jobbik fogalmazás. Én azt hittem, képzelje hogy ennek köze van az időjáráshoz. Nem, ez mennyi nekem az időjáráshoz, inkább annyi köze van, hogy a Járványt megelőző időszaknak az időjárása az azért befolyásolja azt, hogy vélhetően milyen mértékű járvány van. Tehát mondjuk az enyhe idő, ami az egész telünkre jellemző, az azért sokkal inkább táptalaja lehet egy erősebb járványnak, mint mondjuk a régi gyermekkorom idejében lévő, több hétig vakító napsütésben lévő mínusz 10 fok, azt nem szeretik a vírusok annyira, tehát ennyiben van csak köze hozzá. Azt, azt is szoktuk kérdezni, hogy az ideális időpontja az oltásnak mi, és hogy van-e olyan időszak, amikor már nem szabad, vagy még nem szabad? Tehát hát, például most gondolkodik. Jó, az... A még nem szabad olyan nincsen. Tehát a még nem szabadra arról van szó, hogy eleve miután ez egy szezonhoz kötött betegség, az adott területen... Ö, mondjuk Magyarországról beszélünk most, november előtt nincs is oltóanyag. Tehát Itt minden évben ilyen november körül jelenik meg. Amint megjelenik, az azt jelenti, hogy onnantól kezdve lehet és érdemes oltani. Mindenképpen úgy érdemes oltani, hogy, az oltó, hogy a hatása az oltásnak az a járvány kialakulása előtt kifejlődjön. Ugye kétféle oltóanyag van, az egyik az a hasított vakcina, amelyik nem tartalmazza a kórokozót, ennek lassabb a fölépülése, mint az egész vírust tartalmazónak. Az előbbinél általában szerencsés, ha legalább egy olyan Hát kettő, de inkább négy héttel a járvány előtt beoltjuk. Tehát például saját betegeimet mindjárt lehetőség szerint még a november-december időszakban, és akkor akkor nyugodtan állhatunk januárnak. A kérdésre az a válasz, hogy én, de ezzel sok, nem biztos, hogy mindenki egyetért, én azt mondom, hogy amikor már konkrétan az egész környezetünk beteg, uh -huh. akkor nem túl sok értelmét látom az oltásnak, mert maximum az oltástól kicsit legyengülünk, és akkor még műtentebbek leszünk, de igazából, ha nem tud ki, hát nincs annyi idő, hogy kifejlődjön a védettség a szervezetben, akkor annak az oltásnak már nem lesz hatása. De talán még most sem vagyunk annyira elmaradva. De egyébként, hogyha valaki a téli szezonban mondjuk időben beadatja magának a, a védőoltást, az mennyi ideig fejti ki jól a hatását? Egy -egy? Arra a szezonra, igen, arra szezonra. igen, igen. igen. Tulajdonképpen az, mutálódnak a vírusok, évente változik. De pont ezzel kérdezem, igen. Hogy... Tehát igazából arra a szezonra szám, eh, számít a védettség, a biztos védettség, amelyik, amelyik hmm. szezonban oltunk. Hadd kérdezem olyasmiről, ami nem tartozik a közvetlen témánkhoz, és nagyon röviden csak ne húzzam ezzel az időt, de véletlenül posztoltam a kínai új év kapcsán egy régi fotósorozatot arról, hogy Kínában voltam egykor. Annyi kommentet kaptam privátot is, hogy nagyon-nagyon vigyázzak magamra, meg haza se jöjjek, vagy most azonnal jöjjek haza. Mit gondol ennek a, a vírusnak a... Igen. Nagyon sokan kíváncsiak. Így van, gondoltam idővel. rögtön, tehát éreztem, hogy azért a, 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 reális influenza mellett a Magyarországon egyelőre nem reális koronáról is fogunk Persze, Persze egy szót, igen, de hogy mondja az értékének én, megfelelően? Egy, tehát én azt mondom, nyilvánvalóan magát a vírus nem ismerjük, hiszen Magyarországon azért ez nem volt jellemző. Tehát a konkrét lefolyását, mit annyit tudok róla, mint minden szakember, hogy egy influenzához hasonló, lefolyású, magas és relatíve gyakrabban légúti szövődményeket okoz, hogy az influenzait is azért emeljük ki a tucatnyi télen, já, ja, akár járványszerűen meglévő verdőzések közül, mert a szövődmény hajlama lényegesen magasabb, a súlyos szövődmény hajlama lényegesen magasabb, mint más ö, nála egyszerűbb lefolyású felsőrigúti vírusoknál. Tehát ennyit tudunk a koronáról. Az a helyzet, hogy ö, jelen pillanatban én úgy gondolom, és nem csak nem én, hanem a szakemberek, hogy ez egy kicsit most az internet miatt a pánik része túl van Mm -hmm. tolva, hogy, ahogy mm. szokták mondani. Ami, Jó lenne, ha igaza lenne. Ami, ami reális veszélyt, nem is veszélyt rosszul, ami reális félelmet jelenthet, hogy egy olyan vírussal állunk szembe, amivel, amiről ...nek a lefolyását nem ismerjük, a szervezetünknek semmilyen emléke nincs ezzel. Ugye influenzát én is oltatom magam, vagy oltom magam minden évben, de ezzel együtt Isten tudja már hány influenza vírussal találkoztam az évtizedek alatt. Most ezzel a vírussal nem találkoztunk egyikünk sem, tehát nem tudjuk, hogy az én szervezetem pont milyen hatással van. Azt tudjuk, hogy ez is, mint az influenza általában a legyengült szervezetet és a, a gyenge immunrendszert érinti, de miután nem tudjuk, hogy milyen mértékig terjed, mennyire agresszív, azzal, hogyha ez szétterjed a világban, tehát kiszabadul ki ebből a Wuhan nevű tartományból, ahol most villanatban Már pedig van. már kiszabadult? E, még csak egyes esetek vannak, és inkább az onnan eljöttek. Tehát, e, tehát e, járványnak azt mondjuk, amikor e, már másodlagosan, harmadlagosan is terjed a vírus. Tehát e, valaki idejön, én elkapom tőle, én átadom magának, aztán továbbadjuk, tehát ez a vírus. Ilyennel egyelőre, hála még nem találkozunk. E, nyilvánvalóan, hogy azért kell félni, mert hogyha ez szétmegy, akkor ez ellen nincsen védekezésünk, hiszen szóval pont arról beszélgettünk mostanáig, hogy egy influenza szezonra föl tudunk készülni. Érdemes minél több embernek oltani magát, nem csak azért, hogy az enyédi védettség meglegyen, hanem pont azért, mert minél többen oltatnák be magukat. Influenza ellen a járvány terjedését ezzel megakadályozzuk. Most, hogyha nincs semmi a kezünkben, hogy megakadályozzuk a terjedést, akkor nem tudom, hogy hol a vége. Van ez a mondás, tudod, hogy három dolog biztos, az adók, a halál és a járványok. Úgyhogy reméljük, hogy nem lesz tragikus. Köszönjük szépen, hogy eljött.